Na, csalácsúmi csörtészt a csokolár és traktorkerek, szavaztok srácok, akkor folytatjuk a My Summer Car-t onnan, ahol ugye abba hagytuk. Tettem egy olyan dolgot, hogy rányomtam az ágyamra és izé lett gyerekek, 2 óra, délután 2, úgyhogy marha sokat aludtunk. Na, arra gondoltam, hogy most már, ugye tegnap elhoztuk a kaját meg a piát, hú, a kaja meg a pia, mi gyerekek, meg kéne nézni, hogy hogy állunk akkor az ügyileg. És, nyíljam már ki. Oh my god. Szanaszédban minden, várjatok, akkor próbáljuk meg kipakolni, úgy nagyjából. Hogy? Ja, és ittem ebből, azt hiszem abból a rekeszbe pont, amit kivittem, 2 darab sört, hogy ne halljak szomjam, még mielőtt aludni akartam. Csak aztán nem gondoltam volna, hogy ilyen marhasokat alszik, meg igazából, ja. Ez nem kis pályos dolog benne. Na, gyorsan kipakolom a söröket. A kaját is ki kéne pakolni, de azért nézzétek, már szétszórta az egészet. Nem lehet izé valami rekeszbe pakolni, vagy ilyesmi? Ezt is kirakom. Ja, meg annyit írjatok már meg, hogy romlandóak a cuccok. Mármint, hogyha én nem itt kihagyom a van, akkor lesz valami baj. Szerintem nem. Nem hiszem, hogy lesz. Úgyhogy akkor itt ide kipakolok. Minek? Mi a francnak ide éljek én? Várja ma. Bújjunk be az autóba, ki kell pakolni. Várjátok, kipakolok, odrobálom. Elvileg nem törik össze, ugye? Akkor hadd menjen. Hát ezeket meg bazze. Figyelj, miért nem bevásárló szatyorba vannak? Egy idő után, ja, hazaérek, akkor kipakolódik belőle, vagy beraktam a kocsiba utána, nem tudom. Na mindegy. Jó, sör az van, bőven dögive. Gyerekek, szomjan éjjel nem halunk talán. Van kóbász is, meg minden. Jó, ez egy jó, itt meg ugye van az olajak. Még nem tudom, hogy melyik kell, ugye ez nem, azt sem tudom, ez most 4T vagy 2T ez a jármű. Ezeket is ide rakom, jó lesz majd sütni, főzni. Na, arra gondoltam, hogy akkor nekiállunk izélni. Nekiállunk autó összerakásnak. Ez mi ez? Be van horpadva, várjál. Ez most mi? Ez jó nekünk, hogy be van horpadva? Jó, más nincs benn? Ja, kaja van benn, jó, majd onnan eszünk. Akkor, várjátok. Szerintem P-vetővel lehet pisilni. Nyomjuk neki, piseljünk a sarokba. Gyorsan pisilok egyet, kedv van egyébként. Nem tudom, mi az a mortál. Jó, kicsit fáradtak vagyunk már most, mert pizét pakoltam biztos. Na mi van, nyomjad már neki. Nyomni kell basszus, hogy kijöjjön, hát el nem hiszem. És meg koszosnak érezzük magunkat, nem tudom, azt mondom, hogy nem lehet egyébként. Hoppa, hoppa, volt nekem egy magnum, volt nekem egy magnum, gyerekek, nyomjunk már valami zenét. Persze, hogy mindenért le kell izé hasonlani, googolni, az egy kicsit idegesítő. Na, hol rakjuk a magnó, gyerekek? Rakjuk fel a kosárlabda palákra, úgyse nagyon szoktam én kosarazni. Ez az össze jó hely. Új, összetörik, baze. Jó, hát akkor nem oda lesz ragva, hanem akkor lesz ide ragva. Jó, nézzük. Bekapcsolás, kikapcsolás. Hangerő. Bekapcsolás. Ez az, jó van gyerekek, mehet a buli. Tök jó hangja van. Na, úristen. Ettől megmondom őszintén, baromira félek, nem tudom. Nem tudom, hogy ezt, hogy fogok neki állni ilyen ezt összerakni. Tököm, nem, tényleg. Nehogy már bazzeg, még az egyik lengés csillapító még darabokban is van. Ó, te Isten. Jézus, gyerek, á. És ezt, ha nem jól rakod össze, nem sorrendben, elvileg, akkor úgy van, hogy nem, ez hülyeség, nem lesz, szar lesz. Itt meg az engine. Hát gyerekek, én arra gondoltam, rakjuk össze, várjatok, minek, itt van egy ilyen csű. Ezt a csüvet kirakom, én nem ilyen, ez kipufogó, aha. Össze kéne rakni annyira kaszt, mint hogy lehessen így izé. Nem tudom, lehet. Ja, meglököm másik kocsit, be tudjam gurítani, vagy valami. És igen, és akkor valami ilyesmire gondoltam. Ja, ezzel tudom összerakni a motort. Hogy ide be tudjam hozni, hogy éjszaka is tudjak rajta dolgozni, mert ott kurva sötét van. Jó, basz, nézzük. Miket kéne először? Ez nem tudom, hogy ez az első, vagy a hátsó. Front left. Azt szerintem a front left, meg front right, Akkor ez a jobb első. Oké, akkor ez a bal első. Gyerekek, megpróbáljuk összerakni.
ide hordom, hogy nagyjából, hogy mik azok, hogy tudjam egyáltalán, mert jobb volt, tudom azért nagyjából, de hát... És ehhez például mi a rákos, túrós... Kuglóf. Ez az izé, dobfék, hadd mondom a hátsó. Á, gyerekek, nem egyszerű az élet. Na. Front right. A belső. Még jó, hogy ráadírva, hogy front right, mi azt sem tudnám, mi a rákhoz. Hát tudom már, hogy nagy gyabu. Itt vannak a féltengelyek. És, ja, ki kell hozni a izét? Ugye ez nem úgy van, hogy csak úgy berakod, hanem ki kéne hozni a csavarkészlet témát, ezt, és akkor ebből kell ugye meríteni, úgymond. Hát, ha szóval rakja. Mikorra? És akkor szerelgetünk. Na nézzük, itt mik vannak. Tárcsafékek, azok biztos, hogy elsők. Disc break. Az biztos, hogy első, valamelyik első. És ugye akkor erre fog jönni a kerék, az jó. Féknyergek. Ja, nem erre fog jönni a kerék, mit beszélsz, fia vagy? Kerékcsavarok vannak? Ja, egyelőre a csavarokat azt hiszem nem kell hajtogatni. Front left. Uh-huh. Azok a bal első. Hifa megy a hegyre, megy a közébe rádióba, gyerekek. Gyerekek, nehogy elveszítsünk bármilyen alkatrészt, mert nincs másik. Szopás van, hogyha tönkreteszed, vagy elveszíted. Majd az első, az elejét ezt megpróbáljuk megcsinálni. Viszont ha csörög a telefon, akkor szóljatok. Mert ugye melót ezt kaphatunk. Ez mi? Ez nem a motortartó? Subframe, ez szerintem az lesz. Ez ugye jön középre alulra. Ezek mi a túrók? Ezek valami kormány összekötők, ilyesmik. Aha, igen. Jobb első. És bal első. Telefon. Na én apukám, megkérdezte, hogy... Be van rúgva, és hogy elmennénk érte. Oda. Hát ne haragudjál, nem megyek el sehova érte. Nem megyek el érte, mert most szerelgetni van kedvem. Jó, várjál, ezt rossz helyre dobtam. Az a fejjel is lehet rúgni, mi? Figyeljék rá, bazza, nem szétesik, vagy szétdobok itt minden. Elpattalig vége a bulinak, mi? És ez mi? Aha, ez a hátsó lengés csillapítónak az alkotról, igen, és ez meg a jó féltengely. És az, bazd meg, hogyan kell ezt összerakni? Van féltengelynek van jobb és bal? Ú, srácok, lesz itt baj szerintem, na. Mindegy, ez mi a túró? Ez megint valami kormány dolog. Az egyelőre maradjon. Féltengely mehet, azok meg a hátsó részhez valók. Jó. Hú! Oké, ez a hátsó rész, ugye? Biztos igazad van, nem tudom mik ezek. Hűcsém. Na. Ezek ugye motorok, ott a kerekek, innen nem kell nekem semmi. Hát mi van alul? Sebességváltó, Jézus Isten. Ja, izé, aha, üzemanyag, aksi, hűtő, hűtés vezetékek, emelő. Emelő gyerekek, ez nekem köll is, akkor visszük ki az emelőt, és akkor megpróbáljuk összerakni. Már nem tudom, hogy az alsó. Ah, szétrugom. Mm.
Nem tudom, hogy mivel kell kezdeni. Megpróbáljuk ezt a nagy frame-et berakni alulra. Érdek, hogyha jót hozol, akkor ilyen megjelenik egy ilyen izé. Hopp. Ha jót fogsz, akkor egy ilyen valaminek kell lennie. Minek nevezik azt a... Tudom, mivel kezdjük. Lengés csillapítót kéne, nem? Nem azt kéne berakni először? Úgy látszik, nem. Hoppa! És el is pattott. Jó, nem vagy a pattott. Ja. Mit írt ott ki? Nem, ez a frame-hez kell kapcsolódnia, ugye? Azért nem jó. Meg kéne emelnem. Tudom, félek. Vontatókötél, hülye vagy? Ezt nem akartam. Hát ezt meg kéne emelnem, nem tudom, hogy nem az a baja. Nem értem. Az a subframe, az biztos alulra. Hát az a subframe-nek kell először lennie. A mi másnak? Jó, megemeljük. Egy középer. Jó ez. Micsoda tök jó meg van csinálva, mi? Nézzük. Jó, felemelem maxra. Ezt akkor alá látok, hogy mi a tök van. Le ne essen róla. Ennyi munka. Emel valami jó, normális. Tűzifa. Jó, tűzifa gyerekek. Tűzifát kell vinni ide. És nem is, nincs is messze, itt lakok közelben, ugye? Fú, gyerekek, azt a tűzifát, azt mi a new time? Azt írja, hogy bármikor. Mindegy, ezt a keretet, ezt megpróbálom berakni. És az a baj, éjszaka lesz megint. Ez, hogy éjszaka kéne szerelnem, napközben meg ide érnem. Hordorom. Hopp. Ez az, gyerekek, ez kellett, igen. Csak alulról. Jó, és ezt ide kell csavaroznom ám. Itt van a csavar, ha? Hányas csavar lehet az? Na hát, ez nem lesz egyszerű. És ezt hogy kell? Nem tudom, hogy kell kivenni. Mi az az ó? Ja. Hand mode, tool mode, egyes, kettes. Hogy közben ugat, Junior. Egyes, kettes, szerintem az. Ha ott vannak a kulcsok. Nemileg ugye csavarokat be is kell csavarni. Ez lehet, hogy nem 13-as. Csak ezt ilyenkor hogy kell visszaraknom? Most egy nagyobbat vettem ki? Aha. 10-es. Aha. Így össze kell csavarozni. Mi?
Hol van még csor? Azt nem fogom tudni, nem férek hozzá majd. És úgy kell behajtani a csavart, nagyon komoly. Nem fogok tudni, de ott van, jó, ja így átlátszik? Az így jó akkor, azért mázli. Szia! Szia! Ajtót tedd be, mert bejönnek a bogarak. Jó, mondja. Ott van. Na, és akkor erre jöhetnek a lengőkarok ugye sorba. Na, ezt megnézzük. Ezt hogy tudom lerakni? Ezt nem tudom hogy lerakni, gyerekek. Hogy tudom ezt lerakni a gyerekek a csavarkulcsot? Ez a rádió egy kicsit idegesít, ez meg miért maradt így az Uber? Nem várjunk. Kapcsoljuk ki. Nem tudom, hogy kell a csavarkulcsot eltenni. És nálam maradt egy csavarkulcs. Csavarhúzó, gyertyakulcs. Nézzük meg, na. Hand mode, tool mode. Kikapcsolása, használata. Jobb gombbal azt írja. De hát itt bazd meg, ez minden csinál, csak nem akarja eldobni. Hát el nem hiszem. Na jó, van, nálam maradt a gyertyakulcs. Most ha elveszítjük, akkor majd cseszhetem. Mindegy. Ez valahova ide kellene. Az jó lesz az gyerekek, oké. Okay. És akkor ezt be kell csavarom valamit? Ott vannak a csavarok. Na, ez hányas kulcs. Végül is egész végig használod a kulcsot, úgyhogy tök mindegy. Nem jó. Ezeket jó lenne megjegyezni, hogy hányas kulcs, meg ilyesmi. 8-ast, megnézzük a 8-ast. Ez kisebb, mint az előző. Nem jó, 10-es lesz ez is. És 11-es lettem ki, ugye? Igazából jó lenne, rajt lenne a cuccon. Miért van ilyen rohadt messze ez? Hülye vagy? Keeper vagy mi? Legyen ma közelebb. Tízes, megnézzük a 10-essel. Ah, 10-es, jó. Hogy kihagynék egy csavart, akkor mi lenne? Egy szétesne? Nem tudom, az hogy van. Jó. Meg kéne, föl kéne raknom a másikat is, ugye? Mind a kettő oldalra dolgozni. Jó, és nem is kell odaforgatni. Nagyon jó. Az a gond, hogyha valamit nem jó sorrendbe rakok, akkor majd szívni fogunk vele őrülten. Ugye? Nem fog jó lenni. Én azt mondom, hogy egy ilyen... Hol a lengős csillapító? Nem az kell. Meg lemerte volna fogadni, hogy ez kell neki. De úgy látom, hogy nem. Felülről. Nem ez kell. Akkor mi a szar kell van sorba, gyerekek? Mária. Aha, ez kell, jó. Oké. Okay. Lehet, hogy ez kellett a lengés csillapítóhoz? Várja! Hol van itt a csavar? Ez így van csavar. Gyerekek, ez nagyon őrjütő, hogy oda se férni, meg hol van. Hol a csavarja például ennek? Mész a francba, hol van a csavar? Ott az. De... Ez kemény, nem tudom hol a csavarja. Ott alul?
Itt alul van valami, nem? Nem hiszem, hogy csak úgy felpattintottuk rá. Csavarhúzós? Nehogy ma. De ott szerint, ott a csavara, ott van. Ja, menjünk sorba. Nyugi, nyugi. Menjünk az ötöstől. Ötös nem. Ne kapkodjunk, gyerekek, ne kapkodjunk. Hatos. Hetes. Ezt nem hiszem el! Azért itt nem lehet keményen szopni, nem? Hetes se. Vagy 8-as se, 9-es. Nagy már ilyen extrém ez szám. Szerintetek hányos lesz? 13-as, mi figyeld meg? 10-es nem, nézzük már meg a 13-as, megőrülök, fogadjunk 13-as lesz. Nem 13-as. Ez egy hülyeség, gyerekek. 14-es. Ez nem olyan nagy csavar, most miért? Most miért van ez, hogy ott nem tudok becsavarni? És 13-astól lefele menjünk, mert az 12-es. Kurva életbe, gyerekek. Hülye 12-es csavar volt be, az egy darab volt be? Szerintem egy egyébként. Antök alul, jó. Bedobom a másikat is. Ez így szokal lenni. Jó azért, mert inkor azért benne a kezedbe a kulcs. Oké, gyerekek. Látok? Ha ezen az oldalon vagyok. Az jó. Föl tudom rakni majd a kereket nem sokára. És itt a csavar. Várjátok, beteszem az ajtót, mert nyikorog. Hú! Itt vagyok ám. Ez nagyon, nagyon sziszifuszi játék, mi? Ott van, az egy nagy csavar lesz szerintem, ennél nagyobb, de felrakom ezt az oldalt is, és nem vagy a felejtsem meghúzni. Nézzük egy 10. Szerintem ez egy nagy lesz. Aha. Jó lesz, ez jó lesz. Menjünk a másik oldalra, és az elejét azt összedobjuk. Legalább az, hogy legyen kerekeken a cucc, csak azt nem értem, hogy ez itt a lengéscsillapított, miért nem tudtam bedobni? Nem értem. Féltenge is megvan. Várj, a féltengeit azt be tudom rakni hátulról? Marhára reméljük. Nézzük meg, a féltengeit be tudom-e még rakni innen alulról mondjuk. Hogy ezt majd úgy akkor tudom csak, hogyha a motor is benn van. Lehet, hogy csak akkor engedi, hogyha a motor is benn van, ugye. Ja, mondjuk ennek nincs jobb és balos. Ja. Ezt is kormány, cucc. Ezeket szerintem tényleg akkor engedi, hogyha már benn van minden. Hogy a motortérben is vannak dolgok. Szerintem igen, és jöhetnek a kerekek. Az első kerék. Nincs izé? Ja, gondolom nincsen izé, jobb első, bal első, hanem csak így. Ahogy esik, úgy puffanik. Norhára nem akar fölmenni, rovárja? Az milyen? Aha! Ez a jobb első. Mégiscsak van olyan, hogy melyikre kell felrakni. De hogy miért nem megy rá? Jobb be. Jó, várja. Szomjas vagyok nagyon. Nem van szobna, hogy halunk, basszus.
Ilyen sem vagyunk, szomjasak vagyunk, minden bajunk van. Beleszünk egy kicsit rugva, de annyira nem baj. Szóval szép dobálja a sörös üvegeket, remélem, hogy eltűnnek. Ígyunk is, vagy együnk is egyet. Ez a szétdobálja őket, nem hiszem. Jó, oké. Na nézzük tovább. Miért nem rakja föl? Miért nem rakja föl? Lehet, hogy most kell a lengés csillapító, várjál. Azért, mert ez hátsó, hülye vagy, a front elsőt. Igen, tudom, oké. Jó, az elsőt kéne hozni. Ez hátsó. És ez lesz a front right. Jobb első. Ez már föl fog menni. Kanyítom. Ahogy nézz, és annyi. Ezt szórakozz el. És ez hányas kulcs? Ez egy ilyen... Mennyi lehet? Tízes. Hopp, ott volt. Csak ez anya, ugye? Anya. Érdekesen megvan oldva, nem? Anyát kell rakni az izére, az a kerékcsavarra. Ez... Van ilyen egy autó egy... Ezekkel be vagyok rúgva, nem tudok átalálni a izékre. Csavarokra. Jó, be tudom gurítani majd a... Verdát, úgyhogy ez jó lesz. Apám, nagyon szédülünk. Ez nekem nagyon bejövős lesz az a játék, érzem. Nem a részegség miatt. Nézzük. Igen, szuper. Lengés csillapító nélkül nem tudom ezt hogyan működik. Vagy valahogy be kéne műteni. Lehet, hogy le kell szednem a kerekeket meg én. Meg kéne próbálnom a másik oldalt úgy így berakni most. Ugye. Front left. Aha, ez beenged ide. Jaj, de jó, beengedte, jó. És meg még elnézem a másik oldalt, hogy ha benne a kerék, akkor is engedi-e. Gyanítom, hogy le kell szednem a kereket. Jó, hogy megnéztem. Gond, nem gond. Inkább most. Ezek elég kicsiknek tűnnek azok a csavarok. Nézzük egy tízest. Nem jó. Várjátok, hozzam a izét, a ládát. Berakom ide középre, így. Hányas ez a csavar, gyerekek? 12-es, nézzük, vagy mennyit? Az a baj, annyira ilyen... Nem nagyon látni meg azért, hogy mekkora 12-es, nem. Basszus, most meg próbálgassam meg. Megnézem a 13-ast, ezt tornám meg, lefele megyek, jó? Az meg már sok hallom, hogy ez... Igen, ez kisebb, akkor 10-es néztük, meg mit nézzünk meg? 8-ast? Azért itt kömakizni, gyerekek. Nehogy már nem is 8-as, ne szórakozzál velem. Na, ettől agyfasz kapok. Megtanulom, akkor biztos jó lesz már, de nem, mikor mire tanulom ezt meg? Ne. Ne gyerekek, 10-est is néztük? Nem hiszem el, ez, na, 10-es, 10-es. Ja, mert az olyan hit, jó. Érdekes, az rövidebb az a csavarszár, figyeled. És alul, van kell valamit csavarozni? Ott van a csavar. Itt is van 4, aha. De ez például nem 10-es. De viszont, akkor... Ne kéne kapnom a kereket, az hányas volt, gyerekek? Fú, hányas volt az? Ez nem azt akarom. Lekapom a kereket. És akkor berakom ide is a lengés csillapítót. A kasznit összerakjuk úgy, ahogy. Aztán utána akkor a motorra el tudok bívelőrni. Addig azért segítetek is, hogy mégis mit hogyan csinálják.
De nem engeded lerakni, venni? Miért nem engedi levenni? Nincs olyan becsavarozva vagy, igen? Nem engedi levenni? Miért nem engedi levenni? Azon áll az autó, vagy micsoda? Nem engedi leszedni, gyerekek. Na mindegy, hát akkor miatt túró van. Jaj, nem egyszerű. Nézzük meg ezeket a csavarokat. Nézzük, akkor a 13-astól lefele indulunk. 12-es nem jó. 11-es. Nem jó. 10-es. 10-es az nem lesz jó, mert ugye fölül volt a 10-es. Ha felül 10-es, azt jegyezzétek meg, basszus. Ha megvan. Nem értem, miért nem veszi le a kereket. És itt meg nem egyformák a csavarok, de... Még van egy? Rá lehet így zoomolni, különben tök jó. Oké, akkor ez megvan. Akkor ide... Jöhet a kerék, jöhet a kerék, jó. Nem sokára lemegy a nap, el fogok menni dolgozni. Hogyha lemegy a nap majd, jó gyerekek? Ez lesz ez a kerék szerintem. És érdekes, fölrakod, és már nem engedi levenni. De miért nem engedi levenni? Érted? Meg volt 13-as, ugye? De jó emlékeztem. Miért nem engedi levenni? Mert terhelődik rá, vagy valami ilyesmi? Hogy fel kell? Megnézem, megpróbálom. Javíts meg! Apád régi autóját, hát ezek nem tudom, hol élnek Bakumba. Hogy lehet itt ezt megjavítani? Na várja, tekerek rajt még, megpróbálom. Tudnám, hol kell megfogni. Jó, várja. Annyi a max, jó. Elemelkedett a kerék? Az az igazság, hogy szerintem... Nem nagyon van elemelkedve. Lehet, hogy az a baja, hogy terhel is. Terhelve van. Nagyon akarja. Aha! Ja, jobb gombbal kell! Aha! Jobb gombbal kell visszaverni, jó? Ilyen törengés. Oké, a felső csavarok ugye 10-esek voltak. Szól a kakuk, mint az atom. Jó, hát megpróbáljuk gyerekek összeszórni ezt a verdát. Nem tudom, mennyire fog sikerülni. Tényleg egy kicsit, nem egy kicsit, nagyon félek tőle, hogy nem fog összejönni. Meg rettetesen sokat fogom vele szopni. Az alsó csavarok azok meg mennyik voltak? 12-es? A 13-as? A 11-es? Hogy jól érezze magát a gyerek, aki össze akarja rakni, de lehet itt szopni rendesen. 10-es biztos, hogy nem. Nézzük a 9-es, nem jegyezte. Aha, 9-es. Jó lenne, itt lennétek, mondanátok mi, hogy izé, hogy 9-es, 8-es, meg mit tudom én. Jó rozsdás ez a Verda. Ezt is lehet új alkatrészeket majd venni hozzá.
Ha majd el kell mennem dolgozni. Éjszaka dolgozni fogunk. Traktorozni fogunk, gyerekek. Oké, oké. Na, most mehet már fel a kerék. Nagy. És ez meg volt, 10... Megint elfelejtetted? Keeper 13-as, nem? Jó, tanuljuk meg 13-as a kerékcsavar. Legalábbis a kerék anya. Érdekes megoldás. És akkor ez a rész, ez így mondhatni jó. Hát remélem nem kell szétberhelni, most képzeljétek, ezt szét kellene berhelni azért, hogy berakd a féltengelyt vagy valamit. Hogyha esetleg nem lehetne máshonnan. Azért kell izé, mindenképp be akarom vinni a garázsba. Ott látok is, meg akkor lesz izém is ott. Hogy is hívják az? Akna. Jó van srácok, ez egy egész jó. A féltengelyek, meg ez micsoda? Igen, ez az ilyen kormány összekötő, vagy mi túró. Ezt most látom, hogy ezt nem kell itt beraknom. Szerintem ez addig nem lehet jó, ezeket akkor ezt itt hagyom. A féltengelyt megnézem még egyszer. De én úgy érzem, hogy azt se fogom tudni berakni, még nincs motorom. Jó. Oké. Akkor ez így tuti. Megvan... Milyen szar idő van? Megvan az izéje. Az első rész. Le kéne engednem. Hogy kell engedni? Jó, és ki is behetem arról. Oda nézzé. Ettől le kell lehet öleszteni rendesen. Jó van, jobban nem megy le. Aha, így igen, ilyenkor tudom csak cipelgetni. Jó van srácok, akkor hátsó részt kell erre megcsinálni. Azon filózok nem tudnám bevontatni oda, de nem valószínű. Meg kéne csinálnom a hátsó részét. Föl kéne emelnem. Ott még vannak? Ott össze kell raknom nekem, hogy látom a rugókat is. Majd a lengés csillapítót is. Itt van a izé. Csillapító. Itt van a rugó. Ez nem tudom mi a túró. Ez micsoda? Ez valami izé, valami kormány, akármicsoda. Jó. És hátra úgy látom, aha, nem kell más. Úgyhogy ez a hátsó rész, az sokkal egyszerűbb lesz, ugye. Megpróbálkozunk vele, srácok, jó? Hát ugye, hát még megpróbálom összedobni gyorsan, vagy nem? Nem, gyerekek, inkább elbúcsúzom. Szerintem így is marha hosszú volt. Azt kellene, hogy ezért a következő részben a hátulját összeszereljük. Tippeket nyomjátok ezerre, hogy mégis hogy kellene, mit kellene. Vagy mit hagytam ki, mi nem jó, hogy csináljam. Utána begurítjuk a garázsba, aztán akkor összedobjuk az egész kocsit, és akkor csak a motor maradjon, addig úgy felépítjük. Ugye kaszni alkatrészek, ugye tudnám fújni is, ezzel nem tudom mit csináljak. Ez nem tudom egyébként, hogy ezzel mit kell. Ilyen marad-e, vagy hogy lesz-e? Na, jó, elbúcsúzom, köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszik a videó. Mentek egyet, aztán már kezdjük is akkor majd, hol kell menteni, itt kell menteni. A következő részt. Jók legyetek, sziasztok!